Az előfizetőknek törvényi előírás alapján idén is kötelező az adategyeztetés szolgáltatójukkal, amennyiben előre fizető SIM-kártyát használnak. Ezt a kötelezettséget komolyan kell venni, mert ha figyelmen kívül hagyják a szolgáltatóktól idén érkező, erre vonatkozó SMS-eket, és így elmulasztják az adategyeztetést, akkor kártyáikra megszűnhet az előfizetés. Maga rendelkezés, ami alapján ez az adategyeztetési kötelezettség született, ez a 2016-ban az országgyűlés döntése alapján az ország nemzetbiztonsági, közbiztonsági bűnüldözési érdekeire tekintettel született, és azóta kellett tavaly egyszer mindenkinek egy azonos időpontban végezni, és akkor rendelkeztek úgy, hogy ezentúl a prepaid kártyásoknak évente egyszer egy ilyen adategyeztetést meg kell tenniük. A tavalyi adatok alapján idén körülbelül 3,5 millió SIM-kártya esetében várható adategyeztetés. Az előfizetőknek a személyazonosításra szóló okmányuk adatait kell egyeztetni, ezzel ellenőrizve, hogy valóban ők azok, akik használják a kártyát. Az egyeztetés határideje egyénenként változó. A szerződés megkötésének az évfordulójáig, annak a napjáig kell évente megtenni, amennyiben ezt követő 5 napig nem teljesül az az egyeztetés, akkor a szolgáltatónak ki kell kapcsolnia. Tehát ebből következően mindenkinek más ez az időpont, de erre természetesen a szolgáltatók többszöri értesítéssel felhívják mindenkinek a figyelmét, ezeket az értesítéseket kell komolyan venni, és a szolgáltatóval egyeztetni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra kéri a SIM-kártyás ügyfeleket, hogyha a szolgáltatójuk SMS-ben értesíti őket az aktuális adategyeztetésről, tegyenek ennek eleget a törvényi előírásoknak megfelelően. Az adategyeztetés mindhárom nagy szolgáltatónál online is elvégezhető a cégek honlapján. Fontos, hogy csak a szolgáltató SMS értesítése után kell elvégezni az adategyeztetést.